Üdvözlöm nézőinket, Linkréka Anna vagyok. Önök a Kultúrszaba című magazinunkat látják. A következő témákkal készültünk önöknek. Babits Mihály Kulturális Központ műsor ajánló. Színes programok Szekszárdon februárban. Szakácskönyvek. Székely és fáb ételek receptjeit gyűjtötte össze Réti Andrásné. Kézműves foglalkozás és bohóc műsor. Idén is szervezett farsangi programokat a gyerekeknek a Babits Mihály Kulturális Központ. Házasság hete. A február 11-ével kezdődő héten fókuszban a menyegző és a család. A Babits Mihály Kulturális Központ februárban is várja kedves látogatóit színes programokkal. Berlinger Attila, az intézmény vezetője számolt be a közelgő eseményekről. Berlinger Attila beszámolt arról, hogy gazdag és színvonalas műsor kínálattal várják a közönséget rendezvényeiken februárban Szekszárdon. Babits Mihály Kulturális Központ február hónap folyamán is nagyobb változatos és érdekes programokat kínál a hozzánk látogatók számára. Kezdeném talán a gyermek programokkal, hiszen rövidesen itt a farsang, az iskolákban, óvodákban már zajlanak a farsangi jelmezes beöltözések, a gyerekeknek egy nagyon várt programja ez mindig, mi is próbálunk ehhez érdekes rendezvényeket kínálni. Most ezen a hétvégén lesz egy farsangi játszóházunk, ez egy sok éve megvalósuló és évről évre visszatérő program, a legkiválóbb jelmezbemutatókkal, farsangi fánk sütögetéssel, gyermekműsorokkal, bohócok és egyéb más kisebb zenekarok, illetve farsanghoz illő kis produkció bemutatásával, játszóház, kézműveskedés, finom meleg teával várjuk értelemszerűen a gyerekeket és a szüleiket. Ez vasárnap reggel 9-től 13 óráig zajlik itt nálunk a rendezvényteremben. Ugyanígy a gyerekekhez kötődik, de talán egy picit már nagyobbakhoz is, hogy egy versmondó versenyt hirdettünk meg Hollós László, kiváló természettudós, a város jele szülötte emlékére. A Tolna vármegye valamennyi általános iskolájába elküldtük a versenynek a kiírását, és február 13-aig várjuk több kategóriában a jelentkezést. Maga a verseny majd február 20-án zajlik itt a házban, tavaly évben is nagyon nagy sikert aratott, kiváló produkciókat láthattunk, azt gondolom a megye minden általános iskolása számára ez egy igazi kihívás. Kívül én szeretném felhívni még a figyelmet két olyan eseményre is, ami talán társadalmi esemény vagy emlékünnepekhez kötődik. Egyrészt február végén a magyar kommunizmus áldozatainak az emléknapját tartjuk országszerte, erre mindig kulturális intézményünk és a városunk is készül. Egy kiváló előadást láthatunk itt majd a házban, de erről majd egy picit részletesebben jövő héten is beszámolunk. És hát gondoljunk egy kicsit előre, azért március eleje és a farsang után egy másik jeles ünnep, a hölgyekről fog szólni sok minden, a nőnap alkalmából egy igazi nőnapi kavalkáddal készülünk. Ennek is nem csak 8-án, hanem majd március első napjaiban is lesznek érdekes programjai. Ezen kívül én szeretném felhívni még a figyelmet két olyan eseményre is, ami talán társadalmi esemény vagy emlékünnepekhez kötődik. Egyrészt február végén a magyar kommunizmus áldozatainak az emléknapját tartjuk országszerte, erre mindig kulturális intézményünk és a városunk is készül. Egy kiváló előadást láthatunk itt majd a házban, de erről majd egy picit részletesebben jövő héten is beszámolunk. Érdemes az intézmény februári és márciusi program ajánlóját megtekinteni, hiszen rendkívül széles kínálatot nyújt minden korosztály számára. Én azt ajánlom minden kedves tévénézőnek, hogy kövessék a honlapunkat, a szexadagora.hu oldalt, folyamatosan frissülnek a közösségi oldalaink, a média oldalaink, és természetesen, aki hozzánk bejön, minden hónapban egy-egy kis ismertetővel, egy kis program kalendáriummal gazdagodhat, amiben minden információt részletesen megtalál. Könyvbemutatót tartottak kismányokon a Német Tájházban. Réti Andrásné a sváb és székely gasztronómia megőrzéseként a nagyszülőktől, rokonoktól és ismerősöktől gyűjtötte össze a népi ételek receptjeit. Thank you.
Réti Andrásné már gyerekkorában segítkezett a konyhában, nagyszülei, székelyek és svábok voltak. Közel 2 évig írta meg a sváb könyvét, és ezzel párhuzamosan a székely recepteket is elkezdte papírra vetni. A könyv megírása megelődik, hogy én vegyes házasságból származom, székely és sváb. Mind a két nagyszülő közvetlen környezetében nőttem fel. Nagyon sokat sertepeltéltem körülöttük a konyhában, már gyerekként is. Édesanyám lakodalmakba főzött, sütött, és annak idején még Kalákába, ugye ment a család, a rokonok, a barátok, úgy sütöttünk, úgy készültünk a lakodalomra, és engem már gyerekként is érdekelt. És nem tudom, végig elraktároztam, nem tudatosan, de ahogy elkezdtem a recepteket összegyűjteni, egyre inkább jöttek elő a gondolatok, mozdulatok, gondolatok. És igazából a sváb könyvet írtam meg először, ami 2 éve jelent meg, és ez annak apropóján, hogy jöttek az ízőrzők Kakasdra, és a polgármester asszony megkért, hogy egy 4-5 receptet le tudnák-e írni, amit beküldenek az ízőrzőkhöz, és akkor azt leírtam, beküldtük, jöttek, megfőztük, és akkor úgy éreztem, hogy eljött az idő, hogy most akkor neki durálom magam, közben nyugdíjas lettem, és akkor úgy éreztem, hogy valami hasznos dolgot csináljak. Hát segítséget, tehát idős asszonyokhoz mentem, de elfelejtették. Tehát nem sok sváb van már Kakasdon, és akkor mondták, hogy ők elfelejtették, már nem tudják, hogy hogy kellett készíteni, vagy miket készítettek. Úgyhogy akkor még mélyebben az emlékekhez nyúlva saját receptek, a saját család saját receptjei vannak a könyvben leírva. Itt nagyon jó volt, hogy a férjem is ismerte a sváb ételeket, a nagyszülőket, és akkor így megfőztük, megkóstoltuk, elfogyasztottuk, és akkor ő mondta, hogy igen, ilyen volt, vagy nem ilyen volt, vagy mi kell bele, és akkor minden étel fotót is én készítettem el. A székelynél kicsit könnyebb dolgom volt, az is a saját család receptjei, ahogy mi készítettük, ugye ahány ház, annyi szokás mondják. Itt azért volt könnyebb dolgom, mert a férjem székely származású, ő ismert minden ételt. És akkor azokat is elkészítettem, lefotóztam, és akkor könyvbe öntöttem. Legnagyobb gondot nekem a fotózás jelentette, mert én tudtam, hogy a fotózás az egy művészet, de hogy hú, nagyon nehéz volt. Kislányom ebben nagyon nagy segítségemre volt, csak az, hogy ő Heves megyébe él, de amikor elkészült az étel, akkor lefotóztam, és üzenetbe ment a kép, hogy jó, nem jó, édesanyám, nem jó, bemozdult a kezed, édesanyám, nem jó, beárnyékol valami, nem jók a fényviszonyok, hát bizony, én úgy elfáradtam a fotózásban, hogy jobban, mint az étel készítésben. És én nagyon örülök, hogy nem megy veszendőbe. Én nagyon szerettem volna, hogy mind a két népcsoportét megörökítsem. Mindkét népcsoporthoz való tartozásomat büszkén vállalom. Szeretettel gondolok az őseinkre, és én a fiataloknak már többször elmondtam, de nem győzöm mondani, hogy kérdezzenek a nagyszülőktől addig, amíg van akitől kérdezni.
Fontos számára a népszokások, a tradíciók és a hagyományos ételek megőrzése a jövő generációi számára. A polgári konyhából származó süteményekkel az ifjabbak figyelmét szeretné felkelteni. Úgy gondoltam, hogy a fiatalokat talán ezzel egy kicsit oda tudom csábítani, hogy ők is megnézik azokat az ételeket is, amiket az őseink készítettek, és örülök annak, mikor a fiatalok visszajelzésként küldik a képet, hogy elkészítettük Jutka néni, és jól sikerült, és kisgyerek, hogy segítettem anyukának a kiflit elkészíteni, és az ilyeneknek örülök. És akkor még egy dolog, hogy Kakasdon ugye van a hagyományos disznótor, három népcsoport Kakasdon, Sváb, Székely, Felvidéki. A három népcsoport jellegzetes ételeiből készítünk el, és azt mondom, hogy igen, örülni kell, mert nagyon sok fiatal részt vesz, érdeklődik, segít. És szerintem ez már egy jó irány, hogy azért érdeklődnek. Igaz, hogy ez egy évben csak egyszer van, de akkor is összejön a mindhárom népcsoport, és akkor elkészítjük az ételeket. A német tájház szobája megtelt érdeklődőkkel, akik figyelmesen hallgatták végig az előadást. A jelenlévőket házi sóskiflivel, babos szakuszkával, túros kaláccsal vendégelte meg az írónő. Nem csak különféle kézműves foglalkozásokkal várta a gyerekeket a Babits Mihály Kulturális Központ farsang alkalmából, hanem a Bartina Néptánc Egyesület fellépését és a Mesekocsi Színház produkcióját is megtekinthették az érdeklődők. Emellett a fánkóstolás is hozzájárult a hangulathoz. A kicsiket és nagyokat is várta vasárnap délelőtt a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ. Idén is színes programokkal és kézműves foglalkozásokkal készültek, hogy a gyerekek mellett a felnőttek is ünnepelhessenek ezen az alkalmon. Itt február 11-én farsangi játszóházzal várjuk a kedves gyerekeket és szülőket. Most 10 órakor a Bartina gyermekfarsang produkciója következik majd, aztán 11 órától a Mesekocsi Színház zenés bohóc műsora következik, és mindez alatt pedig folyamatosan lehet kézműveskedni, állarcokat csinálni. Itt van velünk a Mentál Műhely, itt van velünk a Foltvarró Klub, és még sok önkéntes, akinél mindenféle szuper farsangi dolgot lehet csinálni, illetve meleg tával és fánk kóstolóval várjuk a családokat. Számos egyesület és szervezet biztosított programokat a gyerekeknek. Maszkészítés, varrás, csillámtetoválás és memóriajáték várta őket. És ezt a gyerekekkel meg tudjuk csinálni, úgyhogy ráteszik a kezüket, körülrajzolják, segítünk nekik, a szülők is segítenek, és akkor így elkészül a kis maskara. Hogy minél kevesebbet kelljen varni, mert sajnos se tűbe fűzni nem tudnak, sem pedig csomót kötni, úgyhogy ez sokkal egyszerűbb feladat, hogyha egy ilyen rajzos, kivágós dolgot választunk. Mindenki nagyon előre készült, a többi társam is. A gyerekek lelkesen vettek részt a különböző játékokon és foglalkozásokon. Készítettem egy nyakkendőt, színeztem, meg alkottam az asztaloknál. Csináltam egy maszkot, és még fogok valamit szerintem. Eléggé csomó dolog van itt, szerintem hát én valamelyiket még ki fogom próbálni. Köszönöm szépen!
A Bartina Néptánc Egyesület két különleges farsangi produkcióját is megtekinthették a jelenlévők. A Bartina Töpörtjük és Aprók csoport egy western és egy boszorkányos kalózos témájú fellépéssel készült az alkalomra. A Mesekocsi Színház egy interaktív bohóc műsorral készült, ahol a varázslat is hatalmas szerepet kapott. Gyerekek és felnőttek együtt nevethettek a produkción. A produkció az egy nagyon érdekes előadás lesz. Lesz egy bohóc műsor része, illetve a bohóc végigkíséri az egész eseményt, és lesz velünk Dalma, a dalénekes, illetve én fogok majd varázsolni. Úgyhogy lesz egy kis nevetés, bohóckodás, éneklés, mozgás és varázslat. Utána búgi-búgi, utána forgálják. Sefcsik Zoltán, evangélikus lelkésszel beszélgettünk a házassági kötelékről, jelentéséről és fontosságáról napjainkban. Nem jó az embernek egyedül lenni. A házasság hete olyan széleskörű összefogásra törekszik, amely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökké való értékét. A Valentin nap után nem sokkal, most már több mint 20 éve egy angliai kezdeményezés során állunk hazánkban is megrendezésre kerül a házasság hete. Tudtam, a 21 országban tartják ezt az alkalmat, így köztünk a mi Magyarországunkon is. Civil szervezetek, főleg keresztény egyházak részvételével és programsorozatokkal vasárnaptól vasárnapig, az idén ez február 11-től 18-ig tart. Az idei évnek a témája állandó megújulásban. És itt Szekszárdon is azért van néhány alkalom. Mi evangélikus közösség most nem tartunk ez ügyben alkalmat, de például a reformátusok, a szekszárdi reformátusok tartanak, és a házasság öröme áll a fókuszban, erről beszélgetnek. Vagy éppen vasárnap, a plébános úr így világosított fel, vasárnap majd a Bélőtéri templomban a mise keretében lesz házasoknak a liturgikus megáldása. Tehát még lehet csatlakozni ehhez a programhoz itt nálunk is. A Szekszárd és környékének evangélikus lelkésze Sefcsik Zoltán elmondta, ahhoz, hogy egy kapcsolat jól tudjon működni, a pároknak sokat kell figyelniük egymásra a mindennapokban is. Keresztény hit és gondolkodás hagyományában egyik legfontosabb mondat a házassággal és a családdal kapcsolatban a teremtés történetének az a mondata, ami Mózes első könyvében, második fejezetben így szól, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzá segítőtársat, hozzáélőt. Különféle fordításokban, de ezt olvassuk. Teremtő Isten szándéka az, hogy az ember ne legyen egyedül, és adja ezért házastársként Ádámnak, Évát, Évának pedig Ádámot. És az ember ezt a teremtés történeti mondatot komolyan veszi, akkor már ebből következik szerintem valami nagyon izgalmas folytatás. Hogy tudnélik, ez mégiscsak egy nagy titok. Hogyan lehetséges az, hogy egy másik, egy korábban addig idegen hozzámillő lesz, és segítőtársam lesz. Ráadásul a teremtés történet a folytatásában még azt is olvashatjuk, hogy lesznek ketten egy testé. Ennek a kifejezésnek mindenféle erotikus és szellemi és az életvitelt érintő jelentésével együtt, hogy ez vajon hogyan valósul meg. Szóval már magában a bibliai kijelentésben, az alapban benne van, hogy ez egy folyamat. Olyan titokzatos az emberi szív, férfi és nő útja, főleg még a kettő együtt. Ezért az idei házasság hetének a témája az állandó megújulásban szerintem különösen is fontos. Engem legalábbis nagyon megérint. És egy személyes
friss tapasztalatom is kapcsolódik hozzá, ugyanis nem elégében a kedves feleségemmel 26 évnyi házasság közben voltunk egy Öleljá című házasságápoló néhány napos programon. Bevallom, úgy mentem el, hogy arra gondoltam, 26 év után mi újat tudnak mondani majd nekem a házasságról, mi újat tudhat meg rólam a feleségi, vagy én ő róla. Nem részletezem, nagyon megdöbbentő volt az élmény, hogy még 26 év közös élet során is, vagy alatt is mennyi olyan homályos terület maradt, titok maradt, amit ő nem ismert meg belőlem, vagy félreértett, és fordítva én nem tudtam meg róla, vagy félreértettem vele kapcsolatban. És az utat eszembe, és bocsánat, ez nagyon ilyen férfi logika, hogy ez milyen mértatlan dolog, hogy mondjuk az autóm, az mindig eszembe jut, hogy egy évente egyszer elmenjek mondjuk olajat cserélni, vagy a motoromat elviszem a tolnai szerelőmhöz, hogy azért vizsgálják át, olajozzák meg a hajtás láncot. És ez milyen ritkán jut az embernek eszébe, úgy általában, hogy hát azt a ezerszer, milliószor finomabb mechanizmust, ami férfi és nő közös útja házasság, hogy ezt olajozni, ápolni kell. És nekem ez egy nagyon friss élmény volt ebben az Öleljá programban, ezt átélni, hogy milyen üdítő jó eső, amikor erre kivágva néhány napot az életünkből egymással foglalkozunk, érzéseinkkel, tapasztalatokkal, állandó megújulásban. Ha a kocsira, műszaki eszközökre van idő, kell, hogy legyen erre is. Különösen fontos egyébként az egyház számára a házasság, mint jelkép is, mert Krisztus sokszor így mutatkozik be az evangéliumban, illetve az új szövetségi íratokban úgy mutatja meg magát, mint aki a vőlegény, és mint akinek a mennyasszonya maga az egyház. Úgyhogy amikor a mi nyugati kultúránkban talán a házasság, mint szokás, mint szövetségforma, úgy bajban van, vagy megerősítésre vár, az azért is fájdalmas, mert hát a kereszténység ősi hagyományában ez mindig is kiábrázolása volt Krisztus és az egyháza kapcsolatának. Ezért ilyen döntő, ezért ilyen fontos. Itt a héten talán, ha az ember több időt szán arra, hogy egy film, egy programon való részvétel erejével, egymással való leüléssel, beszélgetéssel, az eddig átéltek felelevenítésével kicsit olajozza ezt a kapcsolatot, meg Isten áldását kéri, hálával köszönve, ami eddig volt, erőt kérve, ami ezután lesz, akkor talán szépülnek, erősödnek ezek a szövetségek. Sok esetben a kommunikáció minősége vagy hiánya óriási hatással van az emberi kapcsolatainkra. Az információcsere egy részében beszédformájában fejezzük ki magunkat, és van a nonverbális eszköz, amely testbeszédet, gesztusokat, mimikát használ. Közlésünk 65-70%-a a beszéd nélküli. Hú, nagyon, tehát ez nagyon izgalmas téma. Például ezen, amit én részt vettem a feleségemmel, ott például részletesen belementünk, és ezt külön nagyító alá vettük, hogy én hogy szoktam kommunikálni, ő mi az, amit én meghallok, nem hallok. És mondom, nagyon érdekes volt így negyed évszázad után is észrevenni, hogy hát még mindig nem hallom, vagy ő sem hallja, tehát ez nagyon izgalmas, és ez tényleg ilyen, tehát nem véletlenül egy hét, ez sem, meg egy ilyen házasság erősítő program is napok kell, hogy legyen, mert szóval ez annyira részletes, olyan finom összetett ez a rendszer. Nagyon izgalmas, igen. A házasság a Teremtő csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára, amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem tökéletes társon keresztül. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!